Üdvözlök minden kedves nézőt! Nagyon gyors beköszönés, ugyanis a választási és tiltási fázisba érkezünk be. 1-0-ra vezet a Fnatic, aki piros oldalon lesz, Darcik pedig a kék belsejét megmutatta a zakójának. Szervusz, Darcik! Szervusz, Buci! Választási és tiltási fázis. Most! Érkezik, és éjstük egy kék oldalon, még a Fnatic piros oldalon. Hát kedves Darcig, mit lehet itt csinálni egy ilyen mérkőzés után? Proli mit tud kitalálni? Az biztos, hogy nincsen Kennen tiltás. Kennen elhozatal lesz? Én amúgy nem bánom, hogy nincs Kennen tiltás. A Fnatic helyben elgondolkodnék, hogy már csak azért se pikkelem ki Kennent, mert ha elmennek majd nemzetközi vizekre, akkor ez egy könnyen fogható csapat lesz. Uh-huh. Berosdásodik a többi hőse, Rek lesznek, ezen gondolkodtam pont. De mindegy, ezen gyorsan lépjünk tovább. Elis, illetve Kha'Zix a tiltás Brox ellen kellenek is. Tisztelettiltások és teljesen jogosak, így amúgy a Lee színje az, amit én megmernék szavazni, és ezt most el is kéne hozni, ha nem akarja ezt Jankosznak odaadni. Amúgy odaadnénál biztos, hogy Shen lesz. Shen és Gali összecsapás lenne amúgy. Akár, vagy, simán. Vagy, ha most nem hozza el Galiót a Fnatic, akkor elhozza Febiven? Jó, ez mondjuk eléggé para lenne, nem nagyon hiszek, tudod, a középsősvényes Galiókba. Vagy legalábbis elfogadom azt, hogy vannak nyertes meccsei, de nem biztos, hogy olyan erővel tud részt menni, illetve az nagyon para lenne, hogy két tank, és akkor hol a sebzés, Jankos, meg Nuclear, ennyi kész. Mert ugye akkor szokott nagyjából jönni egy Galio középsősvén, hogyha azért valamilyen szinten sebző karakter érkezik mellé. Na jó, az viszont nagyon para lenne, az a Master. Értem én, hogy Febivennek volt egy szegye. Master Jankos! De nem szabad ennyire elengedni itt a rákfaktort. Nagyon érdekes hősöket mutogat folyamatosan az H2K, de talán a Fizz nem majd vaígül. Vakon azért a Fizz nagyon, fog eljönni. Az nagyon-nagyon, hát ez már vakhal. Vannak egyébként vakhalak. Én még régen, amikor néztem ilyen National Geographic-ot, akkor ott láttam, hogy vannak ilyen. Sötétben élnek, és tényleg ilyen tök vaksik, de hát itt most nem lesz Fizz. Viszont Rakan érkezik Chey-hez, aki alapvetően inkább a Thresh pártján állna, de Thresh-t elválasztotta a Fnatic. Én ezt úgy gondolom, hogy egy elválasztás volt. Hasonlóan egyébként Odoamnénál is, ugyanis Odoamné persze játszott Shen, nem arról van szó. Viszont Soulsnak tudjuk, hogy egy rettentő erős választása a Shen. Én már múlt héten azt mertem mondani, hogy ilyen csacsi szintű magasságokba kezd játszani Souls Shennel. Tehát még mindig csacsi a Shen God Európában, ezt szerintem mindenki érti, és ez bármiféle részlehajtás nélkül. De szó az már kezd felnőni. A magyar felsősvény játékos, az Rek lesz pedig 8-adjára is megkapja Kennent. 8 Valószínűleg Rek lesz. Jó, igen. Én most már elkezdek reménykedni azért abban, hogy ez most már egy felsősvény Kennent lesz lassan. Az biztos, hogy látjuk a Shent. Hát ellene amúgy el lehet hozni Kennent, én úgy gondolom. Valószínűleg soha nem is érné utol az a Shen ellenfelét, és ki lehetne zárni a farmolásba. De mindegy, Kalista és Xayah került tiltó listára a Fnatic-tól. Még egyelőre csak Galiot látjuk az H2K oldalán, tehát ők azért még a tankot tiltják inkább. És szerintem nagyon jó tiltás most így a Fnatic-től. Egyrészt már ugye az első körben kitiltottak egy Varus, tehát hogy már ott meglőttek egy abszolút jó lövészt. És Nuclear egyik kedvenc lövészét. Utána pedig abszolút Rakan mellől vettek ki két olyan játékost, akivel tökéletes összhangban tud játszani a szerelmes párosunknak a fiú tagja. Xayah-t ki kellett tiltani, Kalisztával szerintem pedig nagyon érdekes vombókombókat tudnak összerakni Rakan-Kalista párosítás. Így viszont maradt jóformán Ash. Miért ne lehetne Caitlyn akár? Hát mondjuk jogos. Tehát van itt választási lehetősége Nuclearnek, de ezek a meta hősök, amik jelenleg metában vannak, nem biztos, hogy Nuclearnek a jól álló hősök, nem? Igen, ő olyan picit, mint hogyha próbálgatná azt, hogy melyik a legjobb, illetve a legkellemesebb választás számára. Rettentő sokféle hőssel játszott, már hozott ők Lucent is, Twitchet is esetlegesen, illetve a két kitiltott hősből is van egy-egy mérkőzése már. Febiven pedig
Hát egyelőre Syndra és Orianna között gondolkodik az H2K, de Syndra maradt. És akkor lesz-e most Fizz? Most kérdezd meg, Syndra ellen jó választás? Hát vagy maradt Capsa a Quarkinál. Amúgy most már biztos, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem lesz varázssebzés, ha Quarkit látunk egy csapatban. Abszolút, abszolút. Én is pont ugyanezt írta, ezt tényleges varázslóvá nőtte ki magát jóformán Quarki. És marad egyébként a Quarki, ami működött, azon ne változtas. Nem az a full wombo kombó, illetve flexibilis csapat, amit az előző mérkőzésen hozott el, úgy volt itt egy Twitter időközben a szünetben, azt is sajnos most nem láthattátok, de volt egy jó Twitter kiírás, hogy Freddicknél a Kazikson kívül igazából minden egy választás flexibilis volt az előző mérkőzésen, tehát semmit nem tudott az éjtségi, ki hova fog jönni, miért, és mondjuk egy Hextech ultiba lévő beugró Kennen, és még egy Galio bőszítés, tehát hogy az szenzációs egy csapat kompozíció volt. De én úgy gondolom, hogy most az H2K-nek vannak igazán jó lehetőségei, míg a Fnaticnél ez a kompozíció szerintem skillshot kompozíció lesz. Tehát ki az, aki talál és hogy talál? Mind Jessiz, mind Gragas ugye Soaz kezében, illetve hasonlóan Broxa Lee színjéhez. Addig a másik oldalról Shant be tudja vinni, mind Rakan, mind pedig Jankoszt is, és ehhez nem feltétlen kell ügyesség, maximum csak jó idő. Mármint, hogy pontosság, hogy mikor érkezik az a Shant végső képesség. Jankosz ugrása előtt, vagy Csai ugrása előtt. Azon gondolkodtam egyébként, hogy ez a Warwick. Uh-huh. Ez milyen elképzelés lehet Jankosznál? Ezt a hőst azért annyiszor még nem játszotta, momentán egyszer sem. Most először ugyebár. És pont egy Lee Sin ellen elhozni, nem vagyok benne biztos, hogy ez... hogy ennek működőképesnek kéne lenni, érted? Uh-huh. Tehát beugrik Warwick, Thresh meg tudja akadályozni kétféleképpen a végső képességét. Kennen meg tudja akadályozni egyszer, aztán meg tudja még egyszer akadályozni, ha úgy adódna. A csomag lehetőségével igazából Quarki is. Lee Sin le tudja rugni. A Gragasnak is két akadályozása van, tehát konkrétan mindenki le tudja szedni Warwickot valahogy a csapattársakról. Ami viszont a játék korai szakaszára kéne, hogy helyezze a hangsúlyt. Jankosznak ez mostanában nem nagyon volt profilja. Pedig hát ugye tavaly ő volt a First Blood King az első szakaszában a tavaszi bajnokságnak, aztán azóta egy picit, mintha visszább hagyott volna ezen agressziója. Összeöltözött közben Jessiz, illetve Reckless. Igaz, nem a vérholt kinézete, pedig Kennenre még az is van, hanem csak inkább egy kis kromával. Odaemni pedig köszönhetően a pajzsának nagyon sok sebzést kap, megérte ezt a kis örszemet kihelyezni? Mert én azt értem, hogy a pajzsnak köszönhetően gondolta, hogy majd szépen vissza fog csúszni. De hát azért ebből egy villanás plusz egy életerő ital bánta. És így is nagyon kevés életerővel fog kimenni az ösvényre. Hát azért nagyon kevés, ez jó, nem igaz. A Dorán pajzs az majdnem maxolni fogja neki. Viszont ezért tényleg azért a... Nem, amúgy ez nem egy büntethető dolog szerintem, ha jobban belegondolva. Tehát Broxa most ugyan éjszakon kezd, és innen akár még rajta is üthetne a felső ösvényen, de mire itt végig fog menni az újra tölthető itókájával, nem marad semmi életereje. Ami azt jelenti, hogy ez nem lehet egy felső ösvényes villanás nélküli büntetés. És hát mivel nagyon-nagyon korán villant oda, ezért 6. perc környékén már meg is lesz neki újra ezek az idéző képessége, tehát... Nem feltétlen jó, hogy ezt el kellett használnia, de nem gondolom, hogy büntetik majd emiatt. Kett pedig, ahogy meglépte a második szintet, Gatling ágyút rögtön ki is fejlesztette, aztán persze lőheti ő ezeket a foszforbombákat, illetve szórhatja a golyókat, viszont erre Febivennek is vannak még hozzá sötétség gömbjei, és ezzel tud válaszolni. Az alsó ösvényen pedig Jankosz nuklear csej párosa pedig feltolja az ösvényt, amit mondjuk egy Reckless, azaz egy Kennen, illetve egy Thresh-re talán fel is lehet, de abszolút látják, hogy merre járkál időközben a támogató játékosa az H2K-nek. Ez pedig a második erősítés őrszemezése. Uh-huh. Először a vöröset egy villanásért őrszemezi az H2K-nek. Ó, Jankosz mekkorát villant azért, hogy
meg félemlítse Capst, aki egy villanással reagált, illetve Valkürrel elment. Ez se jött össze a Valkür miatt, ugyanúgy, ahogy ugye Hitler megölése sem. Pedig az is a Valkür volt. Ajajaj, viszont most megy előre Caps, ugyanis tudja, hogy Febimennek nincsen kábítása, de ez nem biztos, hogy jó ötlet, pontosan. Hát bizony. Febiven tisztába tette a baby fékert. Beperenkázt rendesen. Miközben Broxa fog menekülni hanghullámmal köszönhetően. Pedig ez most felneti. Én is azt hallom, pedig ez lehet, hogy kell ez a biztatás. Vissza akartam úgy kezd cserélni egy ilyen helyzetből. Egy bukott cseréből akart egy egész jót kihozni, de mocskosul túlvállalta magát. A kifárasztás sem használta el. Ez én szerintem felér egy tiszteletlenséggel amúgy Febiven Syndrájával szemben, aki így kapta a gyilkosságot. Persze egyébként közrejátszott az is, hogy semmilyen képességet nem hibázott el Febiven, de ezt a tiszteletet meg kell neki adni, hogy ő nem fog hibázni. És jó közben a felbőszítés oda emlétől, miközben látjuk a kiírásban a Rift Rivals-re már elérhetőek a jegyek, és pontosabban 23-ától lesznek elérhetőek, ami azt jelenti, hogy holnaptól. Hát, hogyha még ma még éjfélig tart ez a kis BO3-os összecsapásunk, akkor mégsem annyira rontom el ezt a már. Tehát holnaptól elérhetőek a jegyek, ez pedig nem lesz más, mint Berlinben fogják rendezni a nagy összecsapását Észak-Amerika, illetve Európa 3-3 top csapatának, akik ugye tavalyi, azaz a tavaszi bajnokságban a top 3 volt. Ez ugye TSM, Cloud9, illetve Phoenix van, míg a Fnatic, a Unicorns of Love, illetve a G2 fog megküzdeni ellenük. És ez egy 4 napos kis buli lesz, csütörtök, péntek, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Szerdától péntekig double round robinba játszik mindenki, oda-visszavágót. Ugye 3-3 amerikai, illetve európai csapat. Ezt követően pedig szombaton egy nagy döntő, és akkor kiderül már végre, hogy ki a nagyobb kacsacsör, ki kapja a nagyobb kacsacsört, Európa vagy Amerika. Érdekes kis mérkőzés lesz, és szóval az egyébként 3 darab Durant gyűrűjét vett ennek ellenére még mindig. Ő szereti ma is azt a 3 Durant gyűrűt. Valószínűleg nem egyébként szóltak neki. Jó, nem. Galionás vette. Pontosan. Ezért mondom, hogy nem szóltak neki. De nem csak azért, mert tehát ő nem feltétlenül spammeli a képességeit talán. Ő a plusz életerőt, a plusz manát használja ki, amit ez a tárgyad. Mana visszatöltési lehetőséget, mert ugyan nem a minél gyilkosságok után halmozódik ez. Ez a mostantól már ugye egyedülálló passzív képesség, viszont ajaj, Caps, azt akartam mondani, hogy van ulti a Febivennek. Azért még számított erre, viszont itt van már Jankosz is, sőt, Csé is. Az az egy szerencséje van, hogy Jankosz még csak 5-ös szintű, miközben Broxa, hát 6. érzékéből valamit sikerült, megint jó a felbőszítés. De szóval az rögtön visszacserél, és robbanékony hordóval nagyon kellemetlen helyzetbe hozza odaállni, ugyanis sebzik a minionok, azért azt se felejtsük el, de van azért mégiscsak egy pajzsa még odaállnénak, illetve ellenállása, életereje. Így is nyerte ezt a cserét összességében, úgy érzem. Van a minionok miatt, sőt csak a minionok miatt mondom azt, hogy nyerte ezt. És nem tetszik egyébként alapjáraton Adamnének a tárgyválasztása. Jobban örültem volna, ha ez egy Tiamat kezdés. Ó, ez viszont egy kezdeményezés méghozzá. Villanás nyúzással viszont jön az egységben az erő méghozzá Csére, de Nuclear a célpont. Broxának kell vissza villannia, illetve majd ugrania. Jessis pedig menti őket. A megfélemlítés így csak a támogató játékos találja el, de Jankosznak is vissza kell fordulnia, ugyanis azért Reckless támadási sebessége már nagy, és folyamatosan tudja dobálni visszafele a kis dobócsillagait, köszönhetően dühöngő csizmának, illetve még egy törnek. Halál nélkül, viszont temérdek mennyiségű idizi varázslatot használtak el a srácok. Adamné pedig nagyon jól blokkolja magát a minionokkal, így nincs lehetősége Jessisnek behúzni őt. Eközben a felső ösvényen. Szóval ez az egyszerű Ivo cimbora. Hát ő püföli azt a tornyot, amire Adamne
teleport hiányában meglehetősen lassan fog visszaérni. Megkockázhatom, hogy ez be is lehet dönteni. Bár a következő minél hullám még messze van, de kettő bátor varázsló Caster minél még kitankolja azért a torony lövéseket. Ez valószínűleg még nem lesz meg, csak a szó ez itt marad. És itt marad? És ki fogja tankolni? Helyes. Szóló. Torony. Szóló. Arany. Szóló kapitány. Tehát, hogy... Szó ez. Szó, és szó ez. Ja igen, jogos, végül is szó ez. Abszolút. Nevéhez hűen. Vissza is tér majd most a torony alá. És ki erről úgymond lemaradt. Na azért Caps most már tiszteli felbivent az átok nyelvűvel. És egyébként ezt hiányoltam én a mai nap folyamán a korkéktól, hogy ők mindig, még veszélyes helyzetben is, azt hiszem a Thalia elleni összecsapásban is a háromság hatalma mindenek felett. Nem érdekel engem az ellenfél varázssebzésre. Ami egyébként működött is, tehát ezt hozzá kell tenni, csak azt mondom, hogy azért jól mutatott volna az az átoknyelő. Most Capsnél ez már meg is van, és a kifárasztását, ha minden igaz, még mindig nem használt el egyszer sem a mérkőzésen, pedig már van ugye egy halál és egy halál közeli állapota is. 20 farmos lemaradása is. De ezt tökéletesen ledolgozza egyébként Broxa. Ez pedig ugye célpont. Játéka a két csapatnak. Ebből látjuk, hogy mindkettő csapat rettentően célpont fókuszált játékot játszik. És ez fontos is, emiatt egyébként nagyon sokszor tudják megnyerni már akár a játék korai szakaszában is a mérkőzést, és nem baj, hogy ezt kihozták most ezt a kis statisztikát, ugyanis pont a Fnatic hozott már egy célpontot ezen a mérkőzésen. És el kell használni defenzíven ezt a csomagot most Capsnek. Hát, majd a következő lehet, hogy jobb lesz. Figyelj, kék biztosításra ez tökéletes volt, én azt mondom. Tehát Caps felhúzta a vonalat, hogy eddig és ne tovább, az a kék az enyém. Ez pedig egy őrszemreülés lesz. De még nem jött ki az benne a szép, hogy megállt a toronynál. Broxa így viszont ilyen kosszal találkozhat, nem csak egy őrszemet helyez ki. Jó egyébként ott az az őrszem az alsó dzsungel részletben az ösvényen. Miközben szeretnék büntetni Capset, akinek már van rakétája, de nem talál most jelen esetben sem a kábítás, sem pedig az arra katapultozott gömb. Nyugi. Szóval ez kinézett egy kis frissítőre. Valószínűleg a gyümölcsöt szedi össze éppen egyébként, és ebből regenerálódik mind mana, mind életerő szempontjából. Aztán az is lehet persze, hogy ez után, vagy a helyett néz ki. A 11. perc után pár másodperccel erre a hírnökre, ez nagyon-nagyon gyors és kockázatos is. Rálátása semennyi nincs az Instukéne ezen a környéken, valószínűleg ez meg is lesz. Egyébként nagyon hasonló százalékban és nagyon hasonló arányban hozzák el a Fnatic-esek és az Ace-Duke-esek a Baron Nashor kisebb testvérét, vagy a Sutyerák gonosz iker testvérét, ugye a hírnököt. 0,44 meccsenként az Ace-Duke-es, 0,40, tehát picivel kevesebb csak a Fnatic-nél, úgyhogy most náluk van. Méghozzá szó ez kapta meg ezt, úgyhogy ő tudja majd idézni. Aki egész jól cserélt Odoamninál, köszönhetően egyébként annak, hogy neki már volt egy jó kis tolvaj surranója. Illetve most mehet előre, szép egyébként Odoamnitól a viszont kezdeményezés, de azért robbant, szóval ez is egy picit rá. Illetve ő vezet már, mint szó, ez 10 farma. Hát az szerintem szintisztán az egyedül hagyott ösvénynek a jutalma. Ami ugye még a teleport hiányból fakadt. Odoamninál. Febiben gyors. Miután meglátja, hogy nincs. Ez büntetés, pontosan. Ezért meg is fordul, érzi itt a vesztét. Kedves Soaz, Jankosz érkezik a fekvillámítés. Tökéletes, majd ezt követően Warwick végső képessége. Nem lett volna ez jobb Febivennek? Ha már így itt ennyire rágyorsított a dolgra. Persze, Odoamninál sem gáz egy gyilkosság, de lehet, hogy egy Febiben jobban örült volna ennek most. Jó, támogatást kapott belőle, nem mondom, hogy nem.
abban nem vagyok csak biztos, hogy Odámnénak meg volt-e még a támogatása a gyilkosság pillanatában, de mindegy, a lényeg, hogy kapott egy gyilkosságot, na. Fabiven pedig érje be kevesebben, majd kap a következőből. Morellóját egyébként ő már befejezte, és még egy olvasnivalóra is futotta emellé. A sősvény közelében gyűlik az H2K csapata. De szerintem a Fnaticet sem kell félteni. Nem mondom, hogy LeBlanc-i gyorsaságokkal tud ellépni Corki is az ösvényéről, de azért a Valkyr sokat segít neki is. Csomag meg pláne. Alapvetően Reckless-re visszatérve, ez a 19. Ójjaj! Na most akkor nem mondok inkább semmit, miközben a kifárasztás érkezik, de hát nem őt kéne kifárasztani, Caps-nek nagyon jó volt, hogy megvásárolta egyrészt az átok nyelőt, másrészt pedig a kifárasztás is kitolta, hogy Fabiven nem tudta őt befejezni, pedig Jankos itt volt és segített neki. A szúrtok hírnökét pedig Soaz most a felső ösvényre idézi meg, az H2K-nek el kell dönteni, hogy mit szeretnének, miközben Jessiz és Reckless is jönnek a középső ösvényre védekezni. Ez egy kettes színű torony lesz a szúrtok hírnökével együtt. Nem fog ide érni Jankos. Nem, bizony. Egyelőre a Fnatic jó hívásokat tesz meg, mármint a tornyok elhozatala szempontjából, és meg is tudták védeni a sajátjukat. Kék lopás közben. És erre nincs sújtás, hogy Jankosnak ezt pont most használta, még lehetett is látni. Erről le is mondottam, hogy az H2K csapat. A Fabivennek a manája ez nem túlságosan sok, de majd szintlépéssel úgyis visszatöltődik. Talán ezzel még nem lesz különösen nagyobb problémája. Hát Rengárnak sokkal jobb hangja van. Hihi. Főleg a őrszem takarításnál. Az a legjobb. Azt tetszett? Azt a kedvencem, amikor az őrszemre ráugrik. De tényleg, mint hogy az őrszem valami kis, nem tudom, ilyen... Szalmazsák. Ember méretű? Őrszem méretű. Őrszem méretű, ilyen jó. Hát apuval építünk akkor egy őrszem méretű szalmazsákot, és akkor Rengár majd akkor gyakorolhat rajta. Jaj, Kristófkában mi lehet. Hiányzik. Szóval Reckless-re akartam kitérni, hogyha már éppen úgyis őt mutatja a kamera, hogy eddig ez a 19. alkalom, amikor elhozza Reckless-t összesen az LCS játékai alapján, és ebből eddig a 13-at megnyert, és 5-öt veszített el. Hát ebből 4-et a múlt héten amúgy. Ez hozzátartozik amúgy az igazsághoz. Tehát most ez a nyári szakasz, ez győzelmek szempontjából nem kedvez Reckless Cannonnek. Amúgy nem teljesít rosszul vele ez, pedig szó az érkezés. Oh, nagyon szép villanás, kicsi alakás wombo kombó, de jön Shani, túl lehet élnie Fabivennek, és jó a felbőszítés Odaemnétől. Szó ezre megy ki, két végső képesség is. Boom, sehova nem mész, ameddig Warwick szét karmol. Aztán pedig Syndra ulti be nem fejez. Hát megkapta tényleg Fabiven ezeket a gyilkosságokat, ahogy te is mondtad. És hiába van szó eznél egy olyan Gragas, aki első torony bónuszpénzt kap, aki eddig jól farmolt, 0-2-es, a kezdeményezéséből pedig ő hal meg. Pedig úgy, jó hogy volt. Ő villan. Nem. És jó is volt. Hát, nem, nem volt legalábbis jó. Talált. Nem volt sebzés. Ahogy talált, hát igen. Hát úgy értem, hogy jó volt, hogy legalább de nem volt talált. Elég a sebzés. Tehát azért átütni alapjáraton Syndra védelmét, ez nem nehéz, de még ezt egy sem pajzsal tovább erősítve, és még hogy a csapattársak is a közelben vannak, nem, az, elkapkodott az... volt akkor talán ez a kezdeményezés. De nézhetjük is egyébként újra. Tehát itt van Ash, ott van Rakan is, a közelben. Erre már tudnak reagálni, sem végső képesség megjött. Itt van Jankos, már reagálhat is a végső képességével, ha akart is. 5 emberes érkezés az H2K-től, és 2-vel akart a Fnatic kezdeményezni. Ez a probléma itt. Nem lehetett felrobbantani ezt a Syndrát. Egyszerűen nem. Igen, volt. Valószínűleg egyébként itt annyi volt csak a taktika, hogy szó ez mondta, jövök. Jövök, Caps, öld meg Fabivent. Aztán utána tök mindegy, mi lesz, hogy én meghalok, de öld meg Fabivent. Hát jó, de amúgy 18 percnél, ha nincs még háromság hatalma Korkidon, akkor ő nem fog robbantani szerintem. És mivel ugye hátrányban kezdett, ezért muszáj volt vásárolni egy... Így van. ...átoknyelőt. Caps 2 toronylövést kebelez be. Jankos pedig
csatározók sújtását vásárol. Warwickra. Az lenne a jobb, hogyha még ezt is tovább vinné, és azt mondaná, hogy akkor... Harcos kiegészítős Warwick? Dehogy a harcos, ja. A másik. A vér... vérpenge? Ó, ja, igen. Ajjajajaj, kell közben. Az egész, de kettő darab villanás is, felbőszítés és csábítás közben nem fog tudni kijönni Caps, főleg úgy, hogy nem volt villanása, miközben Jankoszt rúgja bokán Broxa, de annyira nem fáj ez a vérfarkasunknak. És tudod mi vicc, hogy Jankosz is érezte, hogy ezt nem lehet befejezni, Broxa meg tudta is, ezért nem ment be a hanghullámra. Na de majd most jön Soaz. De miért? Hát egy pár milliont így letakarítani. Ez az én milliónom! Arra jöttem rá, hogy ez a hős kinézet Gragasról pontosan... Ó, jó egyébként a lassítás, nagyon szépen használta odomni a visszatérő pengét. Ja, hogy micsoda a hős kinézet? Ja, hogy a hős kinézet, hogy mire hasonlít a... Nem tudom, hogy ismered a Steven Seagal nevezetű zenekart. Ők finn srácok, akik úgy néznek ki, így be vannak öltözve ilyen rednekeknek, és mindenféle nagy híres zenekarnak dolgoznak föl ilyen amerikai rednek stílusban, ilyen country, meg ilyen amerikai folk stílusban számokat, ilyen AC/DC transvestek, meg ilyen, és ők fognak jönni egyébként majd decemberben Budapestre, már megvan a koncertjegyünk is, és abból az egyik srác, az pont ugyanúgy néz ki, mint a Gragasnak ez a fajta hős kinézete, ugyanilyen kantárosban megjön, zenél egy kicsit, de hogy retentő vicces klipjei vannak, Steven Seagal ez a nevük a bandának, érdemes utána nézni a YouTube-on. Hát maradjunk annyiban, hogy nagyon vicces, hogy banjo-val játsszák le mondjuk egy Iron Maiden alapot, meg ilyenek. Azt hiszem, megkérem az egyik kedves kollégát, hogy kapcsoljon be nekünk egy ilyen videót. Nem a kinézet miatt, hanem de... Steven Seagal. YouTube. Mert ugye ez a Gragas kinézet, ez pont olyan, mint egyik tagja a csapatnak. Na most attól függetlenül, hogy 4-0-ra vezet az HDK, arany hátrányban van, ugyanis kettő torony is a Fnaticet erősíti. Meg 40 farm Leeson oldalán. Ide-oda 40 30 farm. 30 farm Kennenén. Hát most egy laza 10-es szó ezhez, de azt tudjuk, hogy azért... Igen, ő az. Ez bizony. Hát de nem. Hajjaj, elszáll közben a kristály nyilveszi, viszont Jessis lehet megfélemlíteni, aki gyönyörűen talál, és utána a rúgás követően meghalt. Hey, 1-0-ás a csere, még csak most jön meg szó az, aki egy gyönyörű kezdeményezéssel vissza tudja dobni Jankoszt, akit még rá is nyúznak, de Reckless kékső képességből sem tudtak kimenni. Egyelőre tökéletes. Na ezt mondjuk Fnatic még játék. Kevés Gragasztól lehetett látni, hogy három ember közé úgy tudsz bevillani, hogy mind a három megkapja a hasad sebzését és CC-jét, oda ám ne itt van, viszont nincsen dzsungeles az éstükénél, nem biztos, hogy ezt akarják kontesztálni, inkább csak veszélyeztetni a játékosokat, de tudják, az a kérdés, tudják, buci? Oda ám ne beugrik, de attól függetlenül Febivelen a cél, vagy a fókusz, és ugyan még kimegy, a végső képessége nem másra, mint Capsre, de attól függetlenül gyilkosságot nem hoz, Csé beugrik, aztán majd utána ki is jön. Ez az egy szerencséje, hogy csábított és ki tudott még ugrani. Nuclear így nem halt meg. Tényleg most jutott eszembe. Hát Rakára tökéletesen illik, hogy elmondod, hogy csábítunk és védünk. Csábítunk és védünk. Édes jó Istenem. A szerelmes rendőr. Na, két emberes felütéssel, de ettől függetlenül a középső ösvény külső tornya megvan. Nem tud most kezdeményezni az H2K. Bármennyire is szeretne menni Jankosz, érzi a vérszagát. Kevés életerős játékosok a Fnaticnél, de nem lehet megölni senkit. Azt a vérszagát egy, na mindegy, visszajátszásunknál a megfélemlítés érkezik először Jessisre, de így is tudott húzni egyet sejt, azonnal be lehetett fejezni, ez volt az első gyilkosság, és szó eznek a mozgása, visszafelé megyek, aztán három embert kapok el, na jó, igazából csak kettőt a bevillanásommal, a hordó volt a három emberes. Gyönyörű szép volt ez a kikapás egyébként, és ebből a gyilkosságból lehetett a baronra fordulni. Ez volt a dzsungeles halála. És azt nem értettem itt, hogy az éstoké mit akar. Mit? Nincsen dzsungelesük. Febivennek volt még annyi manája, hogy kinyomhatta ezt a három képességet, aztán senkit nem ölt meg, és ő is pusztulhatott. Ugyanúgy, ahogy Adamne is, aki beugrott.
nem volt egyszerűen semmi, amit elhozhattak volna onnan, mert jól pozícionált a Fanatic. A tank volt hátul, ő tartotta a hátát mind a Baronnak, mind az ellenfeleknek, és igen, ekkora háta van Gragasnak. És visszatérve egyébként, de most komolyan, ami vérszagot érez. Büntetés lenne, ha nem lenne ott egy mentő Jessis. Ajaj. Na és az a legviccesebb, hogy amiért egyébként még bementek, ha egyébként Odenné, illetve Febiben nem hal meg, valószínűleg ez a torony még itt állna. Mert akkor ide visszajönnek védekezni, a Fnatic nem fog bemenni egy full HP-s sem alá toronyhoz, nem fog oda menni, mert van még egy szindránk. Tehát már egy tornyot csak amiatt buktak, mert két ember meghalt még pluszban a Baron Nashornál. Itt a második torony, amit elbuknak. Jó, ez már valamilyen szinten a Baron Nashorból. Illetve talán annyi volt még az elképzelés, hogy oké, meg lesz a Baron Nashor, de legalább egy két másodpercet vagy vegyünk el. A kezdeményezés nem rossz. Csétől, de attól függetlenül lehet védeni Broxát. Jankos senkit nem tud megfélelmíteni, szóval az pedig megjött. Kicsi a rakás, jó. Odaannél jobbra-balra pinballoznak vele, ha lehet ezt így mondani. Itt van már a harmadik dobás. Proli pedig nagyon nem boldog. Ugyanis itt van Caps. Ugyan csomagja nincsen, ahogy látom. És akkor már jól látom. Viszont azért távolról tud piszkálodni folyamatosan. Kedves egészségedre, Szóaz, kettes színű toronyra szeretne szert tenni egyrészt a középső, másrészt az alsó ösvényen a Fnatic, és ez meg is lesz így. Kétségbe esett az A2K, ez látszik is egyébként az összes kezdeményezésükön ezen a mérkőzésen. És ez némiképp szerintem elszomorító. Tehát, hogy a Fnatic kivérezteti őket. Ki éhezteti őket? Ezt most csak azért mondom, mert a dzsungelt is folyamatosan takarítják így előre tolt ösvényekkel. Szerintem azt a vörös szederhátat is most Broxa vagy Caps kaphatja meg, ami éledni fog ebben a pillanatban. Az biztos, hogy ez nem A2K-s vörös lesz. Na? Azt hiszem Capsnél landolt végül. Igen. És nem nagyon látom a lehetőséget most az A2K-nek a visszatérésre. Esnek még rengeteg idő kéne ahhoz, hogy legyen sebzése, másoknál pedig nincs elég. Szindra egy ember talán ki tud kapni, ez oké. Ezért van 3-1-be. Egy-egy embert már kikapott, de ez nem lesz elég a végtelenségig. Amint vásárol némi életerőt az a Kennen, az ugye általában jégkalapács Reklesznél, már ott is van egyébként Jaurim Ökle, így van. Őt is nehezebben lehet majd felrobbantani. Gragas nem fogják, életerő van Lee-Sin-nél és varázs ellenállás az átoknyelő formájában ott van Capsnél. Nincs célpont, nincs jó célpont Syndrának. Én szerintem legalább most is. Már nagyon. Szerint senkit nem tudsz szerintem le vásatolni kb. Főleg úgy egyébként, hogy két kifárasztás van a Fnaticnél. Tehát, hogyha még arról lenne szó, hogy valaki itt most még nagyon-nagyon durván be akar menni, és akkor na, akkor öljük meg Caps vagy Reckless-t, akkor sem tudják ezt megoldani, vissza is kell vonulni a közben. Jó a halálos ítélet, tökéletes, három emberes nyúzás, és rá robbanékony ordó, és Reckless végső képesség. Ez bizony így egy ásznak kéne, hogy legyen, méghozzá kristálytiszta. És hagyjuk abba, fejezzük be, Fnatic, menjünk előre. Jó, még nem olyan sok egyébként az újjá éledés. De ezt föl is adhatja az A2K. Ez nem az a meccs, ahova vissza fognak térni pedig. Vagy legalábbis egy ilyen ász után nem lenne gáz annyira, hogyha feladná. Igen. De a kezdés az jó volt az A2K-nek, és biztos vagyok benne, hogy a visszajátszások is arról szólnak, hogy Febiven kapott egy ingyen gyilkosságot. Utána fel egyet. Lehetett menni, szó ezt megölni, hát egy támogatás, de utána hogy kapott az A2K még egy gyilkosságot. Igen. Tehát 2-0-1-be kezdett. De a kezdés jó volt. És ezért annyira értetetlen, hogy még voltak is elhibázott akciója a Fanaticnak, könyörgöm. Ja, például szó az, akkor kaptam meg a második gyilkosságot. Igen, egyébként. Igen. Na nézzük. Hát ez a visszajátszás megint egy szép húzásból indul ki, egyébként villanásos húzásból, amit aztán szó ezt tud lekövetni egy olyan hordóval, amit a visszaforduló játékosok ugyanúgy megesznek, és konkrétan nincs semmi sebzés az egész A2K-ben. De ez most látszott talán a leginkább, amikor Reckless megkapott mindent, és nem fogyott semmit a HP-ja. Jó, a Syndra végső képesség miatt megfeleződött, de ha az csak felez, akkor van egy rossz hírem. Igen, akkor az nem egy presser Syndra. Nem, ez egy vágó Syndra. Aha. Felezzünk, vágó úr. Felezzünk. 50-50. Maradhat. 50 lett, maradhat.
felső ösvény felé fordul az H2K, de pont, hogy az alsó ösvényen hiányzik, ugye az első ösvényen még áll a torony, illetve ott egész jól mennek a minionok is, talán döntenek helyettük legalább egy tornyot, és akkor az is felkerül majd a statisztikai táblára. És akkor a minionok legalább a becsületüket elhozzák torony döntés szempontjából. És muszáj volt ide a felső ösvény felé menni, ugyanis a pálya északi részén teljes mértékben nyitott az H2K bázisa. 3 másodperc a Baron, ezt kivárta gyakorlatilag a Fnatic. Kicsit feltolják azért az ösvényeket, hogy ne legyen még se egyszerű dolga az H2K-nek kijönni, aztán elhozhatják ezt a célpontot. Én nem hiszem, hogy ezt ilyenkor el tudja lopni. Broxának amúgy szintelőnye is van, de meglátjuk mindjárt. Úgy lehet, hogy ha elkapnak bár akár egy vagy két embert is a Fnatic részéről. Hát így, hogyha Reckless például megtartja a végső képességét, hát na, el is kezdi közben a Fnatic. Többen zónáznak még. Egyelőre igen, nem lát rá az H2K, ugyanis ott van az az kontrollőr szám. A sutyi. Kikapcsol, így. Na megjött Jankos, megjött oda Amné. Illetve szépen lassan jön az egész társaság, szóval ez ki is jön, majd utána Febivelre megy ki a kezdeményezés is. Ő megint csak ki tudja nyomni a végső képességét, de rögtön bele is hal. Reckless menne a forgataggal, de jóformán csak a feldobott Jankos fog majd visszafordulni. Aki még megkarmolja picit Reckless arcát, de az annyira neki nem fáj. Szóval ez pedig teleportál, hogy befejezzék a mérkőzést. És így viszont a Fnatic 2-0-ra fogja az H2K-t megnyerni. Újra kristálytiszta ász, egymás után 2. Mint hogyha... De mint hogyha ezt mondtam volna a harmadik Misfits-es meccsúnál. Mi van akkor, hogyha az a mérkőzés, amire nagyon várunk, és azt mondanánk, hogy a Unicorns of Love G2 meccs mellett az H2K Fnatic lesz a fú, de nagyon hú, és akkor ha, meg match of the week, meg ilyenek, persze G2 Unicorns of Love az még holnap érkezik, de itt a Fnatic dominált, nagyon, szerintem itt több dolognak köszönhetően, de azért hát a választások is megint csak kedveztek nekik. Hát... És tényleg, amit elmondtál itt az első ász után, hogy mi van, H2K, olyan jól kezdték, vagy legalábbis jól kezdték ezt a mérkőzést. Jó, bizony. Szóval az két torony döntése ennyire megfogta volna őket? Nem hiszem. Az biztos, hogy az H2K is rengeteget hibázott. Tehát az, hogy az alsó ösvényre lemész, hogyha nincs teleportod, és szóval ez pedig free pusolhat, az egyértelműen egy hiba volt az H2K részéről. Vagy el kellett volna hozni valamit az alsó ösvényen, egy tornyot, vagy gyilkosságot, vagy nem tudom, de ez így nem volt a helyén. És ez nem volt H2K-s, ez a mérkőzés. Nem, ez maradjunk annyiban, hogy egy ilyen álmaiból felkelő medve, aki téli álomból, most mi van, kimegyek, megnézem, van-e árnyékom, nincsen, kit érdekel, visszamegyek, már még mindig megijedtem, van. Hát valami ilyesmi volt most az H2K, hogy így fél szemmel még aludtak. Nem, tényleg egyszerűen senkit nem tudok most kiemelni az H2K részéről, aki meggyőző lett volna. Hol van Febivennek a majdnem 32%-os sebzés kiosztása? Ami szint úgy mondjuk... Lehet, meg volt a 32%, csak a kevésnek a kevés. Jó, ez is igaz. Egyszerűen tényleg nem tudok mit hozzátenni. A Fnatic magához képest nagyon jól játszott, sőt, igazából hozza azt a formáját, amit elkezdett nyáron. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Fnatic igenis esélyes a döntőre. Szeretnék mesélni egy kis történetet. Ez a történet még évszázadokkal ezelőtt történt egyébként. A legenda egy Fnatic nevű csapatról szól. Ők egyébként végigverték Európát, bajnokoknak hívták őket, és mindenki imádta. Zengte a nevüket a nép. Na, én úgy gondolom, hogy ez a korszak beköszönhet ismét. Nem véletlen volt a rím. Így van. És látok rá esélyt. Megmondom miért. Reckless még mindig ott van, mint valamilyen szinten az arca
a csapatnak. Most tényleg ő az arc. Ő még abból a korszakból maradt egyébként. És igen, ez így ő van. Ő a visszamaradó, ő a túlélő. Sőt, ugye van még egy visszatérőnk is Szóasz személyében, aki szintén annó még vele kezdte a nagy bulit, pontosabban Reckless kezdte vele, tehát azért ő a fiatalabb. És attól függetlenül azt mondom, hogy szerintem Jazziz most már magabiztos. Hát ez a trash játék, ez most már nagyon magabiztos. Volt. Tavaly azért, tehát amikor újonc volt Jazziz, akkor azon gondolkodtam, hogy nagy elvárásokat támasztottak előtte, főleg azt, hogy ugye Yellow Star utódja legyél, aztán utána ott voltak jobbra-balra változtatások, és próbálkoztak, hogy valaki valami majd érkezzen. Caps. Ez az, egyre az a hívás, amiről beszéltünk, ne haragudj. Amikor lement az alsó és méresen, egy felbőszítésre megérkezett, nem lehetett befejezni, és nem lehetett utolérni Broxát, aki egyébként villant és még csúszott is csapattársára. Aztán Jazziz, aki egy tankos trash, egy megfélemlítés alatt bőven életben maradt itt. Talán a nagyobb probléma az volt, hogy nem volt elég CC az embereket kiszedni a játékba, vagy nem volt elég sebzés, vagy valahol a kettő között. Mindegy, eközben pedig Gragas elhozta a mérkőzés első tornyát. Azért maradjunk annyiban, hogy ugye Ash majd hatos szint után tud bármiféle olyan, a lassításon kívül olyan CC-t kiosztani. Rakánnak is tök jó, hogyha megvan már a csábítása, a végső képessége. Itt pedig ilyen 3-4-es szintű hősökről beszéltünk. Kivétel ugye a felsősvényről érkező Odoamné. És ugye ez volt az első torony, ezt követően a kettes szintű torony is ingyen volt. Legalább egy hírnök erősítéssel, de valamilyen szinten ingyen. És ez valahol érezhette a Fnatic, mert ugye Szóaznak adták oda ezt a hírnököt, hogy jó, menjél csak, figyelj, úgyse fog, senki, menjél! Aranyos vagy, kicsit iszákos, de attól függetlenül menjél, aztán hozzá babám tornyokat, ezt meg is tette Szóasz játékában, megint csak azon az egy túlvállaláson, vagy túlgondoláson kívül, amit Szóasz Capsot kettesben gondoltak a középsős, hogy na, akkor majd megöljük Febivent, azon kívül szerintem nem volt baj az ő játékával. Egyetértek amúgy. Ezen a mérkőzésen. És befejezvén azt a gondolatot, amit ugye kérdeztél, ugye Caps szerintem most egyre magabiztosabb és egyre csapatjátékosabb, és aki szerintem most az egyik legnagyobb csoda gyerek, ha lehet ezt így mondani, az Broxa. Hát nincs még itt fél évvel konkrétan. Tehát, hogy az utolsó hetekben csatlakozott, talán a 9. héten csatlakozott a Fnatichez, ugye Amazinget cserélve. Azt hiszem, a 8.-9. héten. Tehát volt körülbelül 4 vagy 5 LCS mérkőzése. És valami szenzációs a srác. Nagyon szeretem Broxának a játékát, illetve a játék stílusát is. És aznak is nagyon örülök, hogy megmutatta, hogy ő nem csak Lee Sin main. Ugye úgy vártuk, meg úgy mutattuk be nagyon sokszor, hogy na, megjön a Lee Sin Gad, aki ellen már tavaly is mindig tiltották a Lee Sin-t, hogy a Lee Sin Kennen Shen 3-as volt a Fnatic elleni tiltás. De nem, Kha'Zix, Elise, mindennel tud játszani, illetve természetesen ugye Lee Sin-nel is. Nézd majd azért itt is amúgy a sebzést, hogy mennyi van az H2K oldalán. Ezen a ponton még nem ment ki ugyan szintre végső képessége, oda nem már villant egy felbőszítésre, ami nem talált. De egyszerűen nem fogynak a piros életerő csíkok, még mindig bent van Febivennek az ultia, és senkit nem tudnak befejezni, sőt, a közelébe vinni se. Szóval ez nem véletlen tud mindent kitankolni, nem érkezik rá sebzés, és püffölheti, ameddig akarja. Tök jól fog mulatni közben is Gragas a baronasor környékén, Caps megkapja a szintre végső képességet. Az átok nyelős. De az átok nyelő miatt ő is élvezi ezt a szituációt, és az az, ami a leginkább tetszik, vagy egyeseknek a legkevésbé tetszik a jelenlegi metában, hogy egy konkrétan egy Lulu támogatóval, a helyes építkezéssel az egész csapatot tanká tudott tenni, a folyamatos pajzsok jelen vannak, tehát Luluval ugye van a saját pajzsod, az Iron Solarival most szerintem jóval több életerőt vissza tudsz tölteni. Ezt egyébként nem is csak Luluval vásárolod meg, de Lee Sinen is szerintem előszeretettel fogják majd a srácok megvásárolni itt az LCS keretein belül. Felső ösvényen láttuk már ma is, hogy majdnem egy kötelező vásárlás volt. Ami nem tank, az is tank. Ez lesz majd. Igen, tehát hogy igazából nem tank meta van, hanem tankossá tevő meta. Ilyen pajzsos, gyógyítós, nem meghalós meta. Így van. És nem feltétlen kellenek a full tankok.
elég az, hogyha akár a támogató játékosod valamilyen szinten tankosodik és tankos lesz. No de, én úgy gondolom, hogy adjuk egyrészt Jessisnek a szót, másrészt majd a postgame lobbynak, ami ezt követően érkezik Európában. Mi innen a Magyar LOL TV stúdiójából, illetve Budapestről köszönjük szépen a figyelmet. Holnap ugyanúgy 5 órától érkezünk majd európai LCS-szel, és 7/8 óra, attól függ, hogy az első BO3 mikor végződik, vagy 2 vagy 3 meccses, akkor fog majd játszani a Unicorns of Love méghozzá G2-val, tehát 7/8 órakor, és holnap éjszaka éjféltől pedig kezdődik majd Amerika 4. hete is, az NALCS, ez a gyors info holnapra. Darcig, Buci, Zimerion, Eddie, valahol így 4-en köszönjük szépen a figyelmet, és holnap találkozunk.